Őrizve a hagyományokat, ez a néhány hónapja átadott buszpálya udvar is Makovec stílusban épült Csengerben. A 320 millió forintból megvalósult beruházás az egyik legfontosabb fejlesztése volt a határközeli városnak 2020-ban. A pályaudvar széles buszfordulókkal, az épületet pedig tágas várakozóhelyekkel, korszerű fűtőrendszerrel és vizes blokkokkal látták el. Az önkormányzat egyéb gazdaságélénkítő beruházásokat is megvalósított a közelmúltban. Kerékpárutat építettünk, ipari parkot, az ipari parknak az első ütemét adtuk át tavaly, ami azt jelentette, hogy a régi földutakat és a makadám utakat aszfaltoztunk le 6 méter széles úthálózatban, teljes közművet építettünk ki, és egy teljesen új részt alakítottunk a meglévő ipari parkhoz, azért, mert több jelentkező is jött már, akik elkezdték ott az építkezéseket, ingatlant vásároltak már, egy zöldséggyümölcs feldolgozó is vásárolt ott ingatlant, és az ipari útnak a végén pedig a büntetés végrehajtási intézetnek 5,5 hektárt adtunk át a magyar államnak, hiszen nagyon bízunk benne, hogy hamarosan elindul az építése. Most ugye a Covid helyzet miatt, a járvány miatt nem tudták elkezdeni a beruházást, de nagyon bízom benne, hogy ha túl leszünk most ezen a Covid járványon, akkor minél hamarabb az új börtön is elkezd Csengerben épülni. Ez azért is lenne fontos a város és a környező településen élők számára, mert a beruházás 250 új munkahelyet létesít. A sportolási lehetőségek is bővültek, a labdarúgók és a tömegsportolók számára egy kis és egy nagyméretű műfüves pálya, kondi park és új rekordtán futópálya is rendelkezésre áll. Külterületen mezőgazdasági bekötőutak épültek, belterületen útszakaszok újultak meg. Egy határon átnyúló pályázatnak köszönhetően kialakítottak egy ökotavat is. A fejlesztések 2021-ben is folytatódnak. Már elnyert pályázatunk is van. Az új bölcsödét, amit másfél évvel ezelőtt adtunk át két csoportszobával, muszáj vagyunk megbővíteni, hiszen hála jó Istennek rengeteg gyerek születik Csengerben, és ezért még plusz két csoportszobával bővítjük, ehhez 170 millió forintot nyertünk, ezt még idén elkezdjük ezt a bővítést. Aztán az ipari park második ütemét is megnyertük, erre 700 millió forintot nyertünk, és azért fontos a második ütem, hiszen Csengerbe a két bejövő útszakaszt teljesen leaszfaltozzuk. Közvilágítást fogunk a jelenlegi ipari parkban kiépíteni, és egy új üzemcsarnokot fogunk megépíteni, amelyel nem titkoljuk, hogy nyilván szeretnénk azokhoz a nagy gyárakhoz, üzemekhez csatlakozni begyártásra, amelyek jelen pillanatban nagyobb városokban, mint Debrecenben is most jelen pillanatban települnek, vagy települtek, és ezért ehhez mi is kapcsolódni szeretnénk az ottani ipari park fejlesztéséhez is. Az önkormányzat emellett több intézményének felújítására nyújt be pályázatot, illetve szintén támogatás segítségével az idősek otthona számára is új épületet szeretnének építeni. Rövidesen az új mentőállomás kivitelezése is elkezdődhet, a város ráadásul egy külön esetkocsit is kap, amely a sürgős esetben a lehető leggyorsabban ellátást tudnak biztosítani. A polgármester a járványhelyzettel kapcsolatban elmondta, a szociális intézmények nagyon szakszerűen megszervezték a bentlakók és a hozzátartozó kapcsolattartását a technikai eszközök segítségével. Csengerben nemrég az egészségfejlesztési iroda is megkezdte működését, amely a betegségek megelőzése mellett a járványügyi intézkedésekben is szakmai segítséget nyújt.